A Xiaomi-ról köztudott, hogy a követhetetlen mennyiségű mindenféle okos telefonjai mellett mindent is gyert. A villanyrollereiről vagy más okos otthonos cuccairól bizonyára sokan hallottatok már, de szerintem keveseknek jutott eszébe távirányítós autóból is xiaomi keresni. Igen, ez a Suzuki valójában Xiaomi, amit egyébként a Suzuki-val együtt alkottak meg. Szeretett részben magyar vállalatunkhoz hülyen pedig nem tudtam ellenállni a megvásárlásának, mikor találkoztam vele, de nem feledkeztem meg rólatok se, ugyanis bizonyára nem csak én tartom érdekesnek. Lelövöm a point, ez a Suzuki Jimny terepjárónak a tökéletes modellje. Amit ki lehetett hozni egy távirányítós autóból, azt kihozták belőle. Meg amúgy is kine szeretni szeretné a távirányítható kis autókat. A fő érdekessége pedig, hogy valóban négy kerék meghajtásos. Természetesen nem így csupaszon küldik, kicsit szép lenne a több ezer kilométeres út után. Egy milógóval ellátott dobozkában érkezik rajta az autó fényképével és szép magyar feliratokkal. Illetve megtalálható rajta egy hivatalosan jóvá hagyott Suzuki embléma is. Egy kisebb dobozka tetején érkezik a leírása és egy matrica csomag, de ezt tegyük kicsit félre. A lényeg az autó, ami gyönyörűen be van húzva egy fóliába. És hogy maximalizálják a kicsomagolási élményt, le lehet húzgálni néhány fóliát az ablakokról és a rendszám Kapunk a dobozban egy viszonylag rövid töltőkábelt. Köszönöm soha, hogy nem kell az elemekkel bajlódni, de azért egy kicsit hosszabbat adhattatok volna. A leírás nekem kicsit kínai, legalábbis nehezen olvasható. Minden esetre minden egyes oldalát lefordítottam. A legfontosabb, hogy fulladást okozhat, szóval ne adjuk oda a kisgyerekeknek rákcsálni a kerekét. Annyit kérnek, hogy az első használat előtt töltsd fel, meg a használatához adnak útmutatást, de ezeket nagyjából igyekszem bemutatni. A kapott matrica csomagból pár matricát a kijelölt részekre kell ráragasztani az autón. Nekem nagyjából 6 percen telt megcsinálni, de legalább van egy kis kihívás is az autó mellé. A maradék Xiaomi és Suzuki matricákat ragaszgathatod a homlokodra, a kutyádra vagy ahova szeretnéd. BMW-sek megrakhatnak pár Suzuki matricát a kocsi hátuljára. Amúgy biztosan sokan mosolyognának rajta egyet. Távrányítót nem adnak hozzá, persze ez nem jelenti azt, hogy tologatós lenne. A Mi Smart RC Car nevezetű alkalmazást kell hozzá letölteni. Fent van a Google Play-en is, de használhatod a leírásban szereplő QR kódot is a letöltéshez. A párosítás egészen egyszerű, nyisd meg az alkalmazást, lépeges végig a tutoriálon, de aztán lép ki belőle és zárd be teljesen. Erre azért van szükség, mert egy apró hiba folytán az első megnyitáskor nem kéri el a megfelelő engedélyeket, de ezt másodjára meg fogja tenni, illetve bekapcsoltatja veled a GPS-t és a Bluetooth-t is. Most jön az, hogy az autó alján le kell nyomni ezt a kis gombot egyszer, hogy bekapcsoljon, majd az alkalmazásban a konnektre nyomni. Innentől Bluetooth-on keresztül kommunikál az autóval, és lehet irányítani. Az alkalmazásról még később lesz szó. Nem egy gagyi lavorban kiöntött hulladékkal van dolgunk, hanem nagyon szépen ki vannak dolgozva a részletek, és egészen gyönyörű. Nagyrészt ez volt az, amiért muszáj volt megvennem. A színe szuper, a zöld és sárga között van, egy nagyon vidám szint kapott. Minden egyes pontján gyönyörű, szemből nézve ki van dolgozva az ablaktörlő, a Suzuki embléma, a szellőzők, a lámpák és minden. A lámpával kapcsolatban kicsit csalódott voltam, hogy nem világít, pedig azt hittem, hogy igen, de amúgy nem. A visszapillantóba valóban meg van csinálva a tükör, hátul is gyönyörű a kidolgozottság. A pótkréken kapunk egy mi logót is. Amikor ránézek, olyan, mintha egy valódi autót látnék magam előtt, valami bámulatos, hogy milyen alaposan lemásolták és kidolgozták, de ennek nyilván köze van a Suzuki-val való kollaborációnak. A kerekek talán még ennél is érdekesebbek. A gumik remekül tapadnak, nagyon komoly ennek is a minősége. Ami pedig teljesen magával ragadott, hogy egy nagyon jó és valódi lengés csillapítója van. Gyönyörűen rugózik, így könnyedén megmászik mindent, ami nem akadva a lökhárítójába. Lakásban ügyesen száguldozik a küszöbökön át. A férfiak vagy az autók iránt érdeklődő hölgyek bizonyára értékelni fogják a valódi tengelyét. Nem, meggurigáznak <coughs> a saumélyék, ha modellről van szó, a működése is legyen hű az eredetihez. Így képes minden négy kerekét forgatni, ami az akadályok megmászásában nagyban segíti. A töltése nagyon ötletes, a kipufogójába kell bedugni a mellékeltöltőt. Nem akarok elfogult lenni, de a kilakítása és a dizájn bámulatos, nem is láttam még ilyen távirányítós autót korábban. Ha más nem, dísznek is tökéletes, és nem csak gyerekeknek lehet érdekes, hanem felnőtteket is meg lehet lepni vele. Elég a fecsegésből látni akarjuk, hogy megy is. Most jön az a rész, hogy bemutatom a távirányítót. Két módunk van az irányításra. Az egyik, hogy van két joystickunk, és az egyikkel előre hátra irányítani, másikkal kormányozni tudjuk. A másik lehetőség pedig, hogy egyetlen előre hátra joystick van a képernyőn, kormányozni pedig a telefon döntésével lehet. Az autó Bluetooth 4.2-t használ. A Bluetoothnak köszönhetően nagyjából 10 méter a ható távja, de lehet ez több is. A sebességes ra olyan 5-6-7 km per óra. A következő gomnál feljövő csúszkák közül a felsőn lehet állítani az első kerekeket egyenesbe. Ez általában a két kerék között egy kézzel mozgatható pöcökkel van megoldva a távirányítós autóknál, de a Xiaomi természetesen ügyelt a praktikusságra is. A másik csúszkán a kerék maximális elfordulásának szögét lehet állítani. Az útmutató figyelmeztet, hogy túl nagy szögretétel esetén a kerék súrolhatja a sárvédő részeit. A maradék kapcsolókkal a csúszkák mellett tükrözni lehet a joystickokat egyenként, egy sima távirányítós autót nem tudsz ennyire szemére szabni. Van egy lámpagomba, ami nem csinál semmit. Aztán lehet, hogy a gyárban kapcsolgatom bele a világítást. Van egy garázs, ami nem jó semmire, és egy beállítások, ahol megcserélheted a joystickokat, állíthatod a nyelvet angol és kínai között. A többség szerintem kínaiul fogja használni. Van egy kis tutorial, frissítéskezelő, és még két menü. Ezzel a gombbal csökkenthető a sebessége, ezt benyomva az eredeti 70%-ával tud menni maximum. A másik pedig egy azonnal fékez, ha elengedem a joystickot gomb. Ha be van kapcsolva és elengeded a joystickot, nem hagyja tovább gurulni pár centit se, hanem azonnal leblokkol a motor. Ami előnye a telefonos irányíthatóságnak, hogy nem kell keresni a távirányítót, nem kell cserélni benne az elemet, a hat mindig fixen nagy, tehát nem függ az elem töltöttségétől, személyre szabható, és amit még nem említettem, hogy tudod szabályozni a sebességet, és a kanyarodás mértékét, ugyanis érzi, hogy mennyire tolod a joystickot virtuálisan. Ugyanakkor egy rendes távirányítón ki tudott tapintani a gombokat, szóval könnyebben irányítható, illetve sok távirányítós autónál ugyanúgy tudott kezelni a sebességet a távirányítón. A sűrű fűben előfordul, hogy elakad, de többnyire a legtöbb akadályt leküzdi. Ami nem akad be a lökhárítóba, arra fel tud mászni, a gumik jól tapadnak, és ugye mind a négy kerék forog. Picit talán lehetne gyorsabb, meg erősebb a motorja, de lakásban játszva ez bőven elég, az utcára meg nem vinném ki a tiszta autómat, de persze irányíthatod kültéren is, csak porba, homokba és vízbe nem menjen. Ha sétára viszed magaddal, a sebesség elég lesz, ugyanis egy tempós gyalogos sebességével megy. Összesen pedig 90 percet bír menni. Igyekeztem folyamatosan vezetni, és topperrel másfél órát tudtam lemérni, amíg meg nem állt. Ezt nem tartom rossz üzemidőnek, bele is fáradtam a hosszas irányításába. Az akúja egyébként 500 milliamper órás és 3,7 voltos, tehát hasonló egy okos telefonban megtalálható akkumulátorhoz. A töltési idő 60-90 perc, ezt pontosabban nem tudom megmondani, mert nem volt türelmem egy órán keresztül azt nézni, hogy mikor hagyja abba a pistákolást a LED és világít folyamatosan helyette. Minden esetre a töltési időt nem tartom hosszúnak, egy sima töltőfej kell hozzá, de powerbankről is töltheted. Egy nagyon ötletes és vidám kis autónak sikerült a Xiaomi Jimny. Már csak azért is praktikus, mert bárhol tölthető és nem elemes. Nagyon szép is, szóval nem csak menni tud, hanem nézegetni is lehet. Magyarországon nem kapható, így külföldi webáruházakban lehet megrendelni, vagy esetleg a Vaterán fogáson lehet megnézni, hogy van-e használtan. Nekem nagyon tetszik ez a kis autó, és ügyesen megalkották a xiaomi rengeteg ilyen extra érdekesség van benne, amit amúgy nem szoktunk látni távirányítós autókban. Szóval tényleg egy tök ötletes, vidám és egy tök jó autó lett belőle. Én köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, ha tetszett nyomra rá egy lájkot, like iratkozz fel és kövess minket máshol is, a leírásban találsz linkeket. Én Tomi voltam, sziasztok!